Szevasztok! Üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok! Ismét itt vagyok, elnézést a késésért, csak... hát... hétköznap van, úgyhogy... na mindegy, a lényeg, hogy itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t. Tegnap még azt mondtam, hogy... még lehet, hogy Starfield lesz, de... most nincs kedvem Starfieldhez. Úgyhogy Dark Souls lesz. Folytatjuk. Ha már tegnap így belendültünk, akkor nyomjunk egy kicsit. Viszont nem olyan sokáig. Hát, kb. Annyit, mint tegnap. Nagyjából. Mert fárasztó napok vannak és jönnek. Úgyhogy picit ugye csak így bambulni akarok kifele a fejemből. De mindegy, azért játszunk egy kicsit mindenképpen. Na, Sejt Adri, teljesen egyetértek veled. Én azért járok edzőterembe, mert hogy jobban érezzem magam. Azt én mindig is leszartam, hogy ki mit gondol. Mármint... na, tehát nem ilyen punk módon, de azért érted, mire gondolok. Tehát... szerintem sincs gond a... tehát nyilván akkor lenne problémás a külsőm, ha mondjuk nagyon el lennék hízva. Mert az egészségügyileg már okozhat problémákat. Az... hogy valaki vékony, az, hát nem tudom, hogy okoz egészségügyi problémákat, főleg ami miatt én járok edzőterembe, az a hát, váll, nyak, ugye az ülő életmódból adódó szarok, azokat egy picit, hát mondanám, hogy kompenzálni, de az a baj, hogy ez az ülés, egésznapos ülés, ez halál, tehát ez iszonyat, tehát na mindegy, egyébként meg, ha már ott vagyok, akkor nyilván legyen tudatos, legyen egy terv. Tehát ha már megyek edzőterembe, legyen konzisztens, ugye az a legfontosabb. Az, hogy mi sül ki belőle, hát testépítő, az hétszentség, hogy nem leszek. Arról már genetikailag lekéstem, ugye. De mondom, azért járok, hogy jobban érezzem magam, nem azért jobban nézzek ki. Mondom, az a hajom elment. Úgyhogy ennyi. Na, a lényeg, hogy köszönöm egyébként a jó tanácsot és a szép szavakat. Mindenképp egyetértek vele, és én is így gondolom. Jó, tényleg menjünk akkor most már tovább. Itt vagyunk Lőrinccel. Ugye ott hagytuk abba, hogy legyőztünk valami királyt. Casual Monday Night, ugye? Gyár. Visszamegyünk még a várba, mert mondtátok, hogy még maradt ki rész, úgyhogy akkor visszamegyünk. Meg közben egy picit olvasgattam, de... szóval, ja, visszamegyünk. Arra kérnék tippeket és javaslatokat, hogy hogyan tudnánk fölvenni a... égő részen lévő lootot. Köszönöm szépen. Tehát az itemeket, például ami ott van. Azt tudom, hogy kéne gyűrű, meg most már tudnánk venni a Kovácsnél, ezért jöttem vissza Majulába egyébként. Tudnánk venni a Kovácsnél Franco armort. Mindjárt megnézzük. Már ha ez az a Kovács, akinél meg tudjuk venni az armort. Á, most mindenki tűzszögben sedít, Adriel. Itt... tehát, nem nála lehet armort venni. Kinél lehet armort venni akkor? A másik Kovácsnél? Az hol volt? Los Basti Macduff. Mowgli? De... nem Macduffnál. Nem. Ó, Istenem.
akkor vissza Majulába, jó. Csak már nálam van egy, ugye, hogy legyőztük a... ezt a tűzdémont. De melyik ház az? Mert abban macska van. Ez ki? The name's Gilligan, right? Don't make me say it twice. Beszéltünk már? Nem beszéltünk még egyszer. I stock everything that you could possibly need. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. I've seen some rough times. I think I'll settle down for a while. Set up ladder? You want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. Fine, sure, fine. I'm happy to be of service. És akkor tesz nekünk ide egy létrát. Az menő lenne. Nincs nálunk ennyi. Hát ha ide lerakna egy létrát? Edit Adri, oké. Visszanézheted a Cyberpunk vodokat, de én nem javaslom, inkább azt javaslom, hogy majd nézd élőben, mert majd nyomjuk. Ártól függ a hossza. Értem. Fine. It's not my business anyway. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of, you know, my old pals. Oh, don't ask me what happened. Have you no discretion, me old chum? Az a baj. Na most ez a létre, ez végigér, ha... benyomjuk a teljes összeget? That gaping hole. Hell, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses or you know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? I mean, why in the hell would I know? Oké, csak a leugrálással az a gond, hogy fölemészti az összes Estus flaszkot, hogyha... hát jó, hát valamennyit tudunk tompítani gyűrűbe, meg ilyesmivel, de... Oh yeah, somebody told me that the grave of a saint lies below here. Not built by the king, no, no. It date back to a time long before him. The tomb connects to that hole. És a gyűrűt tudjuk máshol is, vagy kelleni fog máshol is? A gyűrű? Vagy csak itt? Hell, if the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Nem fog kelleni, de jól jöhet. Should have listened to the warnings. Hmm. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. Okay. Seen some... Hello, stop, Soros. Jó. Gesture. Okay. Mit lehet tőle venni?
ostort. Black leather suits. Leather miniature. Jó. Van-e nálunk szól? Mármint... Hát ha... Mennyi? 12 000 volt? Öreg, várj egy kicsit. Vagy 13 000, mindegy. Megölünk pár katonát, ha még találunk ilyen lovagot. Úgyis majd arra megyünk tovább idővel. Egy kulcs. Itt miért nem még a tűz? Igen, itt nem volt már senki. Jó. Sokat nem kell megölnünk, csak hát egy 2-3-at. Tuti elég legyen. Jól láttam? Jól láttam? Hol van? Nincs meg hozzá a strength-ünk. Ja, ez így nem lesz jó egyébként. Csak mondom, fővettünk egy katonát. Mondom, nézzük már meg. 14 és strength kell hozzá, hogy nem sok. Iron Key nyitja a Forest of Fallen Giants-ben a vasajtót. Jobban scaled dexből. Hát az is A-scalinges. Nem? I mean... Vagy ez számít, hogy mennyi a minimum? Kihúzva S-es le... Menjünk a Covex-hez majd. Fejlesztünk rajta. Meg hosszabb is, nem? Lehet, hogy nem hosszabb. Hát nem tudom. Szerintem lehet, hogy ugyanolyan hosszú. Jó. Na, menjünk haza. Megveszük a létrát, aztán megnézzük ezt a...
ezt a páncélt, meg a gyűrűt. Vagy lehet, hogy ezt a páncélt, meg a gyűrűt kéne. És akkor utána a létrát. Úgy lenne logikus, nem? Na most még úgy se kell a létre, a páncél meg kéne. Szevasz! Oh, hello again. I hope you find something of use. Bye. Várjatok. Mert én olvastam valamit, az biztos. Mindjárt megnézem. Armorer Immajula. Tehát megöltük a Smelter Demont. Will make his armor available from the Armorer of Majula. Szóval hát itt kéne lennie. Tehát kell költeni nála. Hát mindegy, akkor költsünk nála. Vegyünk valamit egy ezresért. Egy doboz cigit, vagy nem tudom. Egyik se kell amúgy, ami itt van. Megvesszük ezt. Thanks very much. And do please... Well, thank you for coming back. Oh, by the gods, why the hell am I here? Akkor gondolom reset, ugye? Well, I do. Mondjuk 16 ezeré nem fognál vásárolni. Csak azért, hogy még majd 16 ezeré, vagy ki tudja mennyi megvegyem a Smelter Demon. Oh, I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you might be interested. Na, hát ha. They've been selling rather well and I may step up operations soon. I'm surprising even myself, to be honest. Jó, és akkor itt is van. És nem tudjuk használni. Mert hogy? 15-ös strength kell hozzá. Jó. Mennyi ez? 30-as, 50, hát igen a... Ja nem, az a bleed. Fire 33. 65, 38. Hát igen, a fire resistje az igen magas. Állítólag ennek a legmagasabb a fire resistje ennek a páncélnak. Igen, de a strength miatt nem tudjuk használni.
16-ös strength kell hozzá. Vagy tudjuk equipelni? Nem tudjuk equipelni se, ugye? Tehát hiába veszem meg. Hát... Always open for business. Jó, hát mindegy, nem tudom, a gyűrűt hol tudjuk megvenni esetleg? Azt tudja valaki. Jaj. Forest of the Giants, Guardian Dragon. Rosabeth of Mafia, az mi? Az hol van? Ah. Before the Gate to Shaded Woods. Rosabeth később, oké. Okay. Forest of the Giants. Down the Cardinal Tower Bonfire. Salamanders in the Flame Pit. Fű, ha ezt tudnám, hogy hol van. Plusz egyest össze tudjuk szedni, meg van a kulcs. Akkor Forest of the... Oké, okay. Hát akkor Cardinal Tower, ugye? Banyától egy szintet le. Jó, itt a banya. Hol a banya? Itt volt a banya. És akkor itt le, ugye? Oh. Aha, és oda kéne lemenni. És ez a lift, ez levisz. Lesz egy zárt ajtó. What? Király! Semmi baj, jól vagyok. Amúgy... Azért kemény, kemény tökűek ezek a szalamandrák. Inkább... inkább fussak? Vagy mi legyen? Igen, ma még nem írt a Sherit Adri, hogy ne halljak meg, ezért haltunk meg. Befutsz mellé és lecsapod. Ja, mert oldalról le lehet? Lehet, hogy szembe van rajta valami... paj, páncél vagy valami. Jó. Megnézzük. Anyád. A fasz.
azért... Befutok, ennyi. Nem tudom, hogy hova, mert azt nem tudom, hogy hol van a láda, de megnézzük. Te lenyilasztad. Hát én türelmes ember vagy. Azt kell, hogy mondjam, nevermind. Nem tudom, merre kell menni. Menj már innen. Lol. Arra kell bemenni egyébként. Akkor nem arra. Jó. Heavy Iron Key az egyik DLC kulcsa lesz. Ah, akkor jó, hogy felvettük. Oké. Bal hátsó sarok a láda. Oké. Okay. Jó, csak még a ládát ki kéne nyitni, meg felvenni az itemet. Gondolom, ott nem lehet kiugrani, ugye? Szemben állsz a lejtő tetején lévő köpködővel. Hagyjál már békén! Ezeket nem tudom megölni, tehát kizárt, hogy megöljem. Nyilazzam le. Innen? Mondom. Az a láda. Tehát az az, amire ott nézek? Anyád? Uh-huh.
Nincs Poison Arrow. Jó. Ezek nem respawnolnak, az menő. Fasz. Volt a pofa. Na jó van. Végig komolyan. Ha nem respawnolnak, akkor annak örülök. Mi a fasz? Jó, csak ha eddig működött, akkor most miért nem működik? Mármint, ha eddig tudtam, hogy mit kell nyomni, akkor most miért nem tudom, hogy mit kell nyomni? Halad. Nincs valami gyenge pontja. Azt tudom, nevermind, hogy lehet, és akkor váltogatok vele, csak eddig valami működött. Hol a... Hol a másik? Hol vagyok most? Hello. Ó, ez valami... Későbbi areához, oké.
King's Ring-el nyílik. De olyanunk van már? Nincs. Akkor azt gondolom később lesz. Ring of Restoration. Restores HP. Well. Hát, gradually. Igen. Jó, hát menjünk le. Egyre kevesebb van. Oké. Okay. Megtettük, amit kö... Na, most akkor mehetünk. Van itt még pár item, majd lehet, hogy vissza kéne érte jönni. Ha megölöm mindet, kialszik a tűz. Hát, őszintén szóval ez nem tudom, hogy most szomorú legyek, vagy nagyon költi volt. Hát, lehet, hogy inkább ezt teszem be. Nem tudom. Na, próbáljuk ki. Jó, hát ez most nem kell nekünk. Mit tegyek? Orange bőr? Orange... Egyek egy narancsot? Hmm. Oké. Okay. És az micsoda? Rosebet árulja. Na várjatok, mert... Tehát addig nem jutottunk el. Van kettő. Várjatok, még valamit tudnék szerintem, hogyha... Itt nincs a közelben olyan vizes palack, tudjátok, amit... Ha összetörök... Van még tüzes ruci, jó, akkor... Na. Keresni kéne olyat, ami Fire Resistre jobb. Hát ez jobb.
Ez 41-es fire resist. Akkor ezt föltesszük. Ez 13-as. Ez 17-es. Jó. Nem sokkal, de jobb. Oké, ez 21. Jó. Hát próbáljuk meg így. Később lesz ilyen... hogy mondjam, palack, amit föl tudunk így borigatni. Orange bird, oké. Okay. Narancs bird betesszük. Na, akkor... Hol van? Orange bird. Fölvettük. Egy human effigy volt. Nem tudom, hogy megérte. De nagyon gyorsan pörög lefele a izé HP. Én nem is tudom, hogy... hogy például... ami ott van a távolba... hát... jó volt amúgy. Tehát... túl erős a láva? Hát... igen. Nem acakoljunk vele, azt mondjátok. Jó. Jó, oké. Na, akkor... Akkor visszaöltözünk. Hát nem tudom. Oké. És gondolkodok, hogy mit lehetne. De mindegy amúgy. Teljesen mindegy. Nem különösebben számít, hogy mi van rajtunk. Ez nagyon nehéz.
Ugye a tömegre kell csak figyelni. Teljesen mindegy, de tényleg. Ennyi. Jó. Benyom ezt a Human Effigy-t, már csak azért is. És akkor mehetünk. Ez az, amit fölvettünk. Jó. Na, akkor... Elvileg van nálunk Pharos Lockstone, ugye? Mert az kéne most nekünk. Ami kimaradt terület. Innen van, ugye? Ez az a... Far... ide kell... jönnünk. Tehát ez az vagy... mert mintha lém lenne, hogy lett volna egy másik is. Ide kell jönnünk? Ide. Jó. Jó, jó. Oké. Shit! Elfogyott a stamina. Azt hittem befér még egy fast attack, de nem volt staminánk. Sad. Jó. Na. Oké. Most azon gondolkodok, hogy ugye most itt bemegyünk egy új területre, hogy azon kívül van-e még valami itt a... Tehát van-e itt még valami? Itt a... várban. Majd a DLC bejárata. Jó, oké. Hello? Chums, we shall be miffed. Stay
Nyomjunk be egy human effigy-t? Milyen harangot? Ó, hát nem tudom. Lépjünk be ebbe a szektába. Van bármi jelentősége? Inkább ne. Hogy röhög? Oké. Okay. Jó, be lehet lépni később is. Jó. Ha. Drifter Swordsman Adel. Hívjuk? Vagy még ne? Lehet még ne. Mindegy. Így nem lesz boss. Vagy jön velünk végig. Legalább hívjuk. Itt nem sok minden van. Jó. Hűha. Igen, meghal. Ja nem? Jó. Ó. Oh. Gyerünk. Na. Meguntam. Oké. Okay. Oké. Okay. Huh.
Nevermind, rutinos Souls játékosok vagyunk. Mi benézünk mindenhova. A torony mellé meg főleg. Simpleton Spice. Ez mi, mire jó egyébként? Nézem meg mi. Láttét főzni? Az igen. Ez így följött. Ja, akkor varázsláshoz hasznos. Oké, kolléga visszatért a saját világába. Immolation. És itt tekercs. Tekercs. Ez egy titkos fal, nem. Jó. Ó, és visszajöttünk a... az Iron Key. Mekkora geci ez a játék. Jó. Szuper. Na, akkor itt az Iron Key-be a lávás itemeken kívül van-e még valami, amit így föl kellene venni, vagy meg kellene nézni. Hát igen, nevermind, itt belefért volna valóban. Nincs más. Jó, akkor visszamegyünk farmolni. Kéne még egy kis izé... szól. És akkor elkezdjük ezt a létrás témát boncolgatni. Ja, megyünk le a pöcébe. A megen. Mi van most rajtunk? Life ring. Ezt levesszük. Igen, more soul. Ring of binding. HP reduction van horó. Increases physical attack. Jó. Hát, a morszó legyen, vagy a HP? Igen.
Mindegy, morszol inkább. Előtte van egy kisebb szinten rossz area. De akkor gödör, milyen gödör? Nem a, amivel létre megyünk le? Hát Majulába... Az igen, a gödör. Nem mi? Pöcét mondtam. Hát nem, nem pöce, ha... Na, igen. Tehát a, szerintetek a Life Ringet cseréljem Heal-re. Hello, Sheriff. Szia, szia. Mi újság, hogy vagy? Life ringet, amire éppen kell. Mehetünk haza. Ó, Sheriff. Ez igen. Ez igen. Gratulálok. Gratulálok. Ez egy remek hír. Ez a mai napra, ez tényleg, tényleg szuper. Nagyon örülök nektek. És hát, a legjobbakat kívánom. Tényleg szuper. Ez nagyon... Nagyon boldogító hír. Igen, mondjuk az... Stopsorosnak igaza van. Ja. To see Owl Gilligan, Nelia. What? You're here? Well. Well, really. A very generous offer indeed. Especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. Na, Sheriff, ez egy remek, remek taktics volt, ez, igen. Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Well, that's fine. But if you want my help, you'll... Fine. It's not my business anyway. Cheers for that. Cheers, mate.
Ez a létre nem ér végig, az a helyzet. Közben meg dolgozol, sheriff? Hát igen. A life in the fast lane, ahogy az amerikai mondaná. Esnek a ring. Petrification resistance. Nem félek oda a falhoz a ládától. Október végére readynek kell lenni a játéknak. Hát igen, a határidők azok... Azok mindig szorosak. Először közelednek, aztán távolodnak. Hát igen. Na, nyomjuk le ezt a... nem tudom kit. Ez se agrózik, ha nem támadom meg, vagy? Hello? De. Sublime Bone Dust. Hát igen, érdekes dolog ez a játék megjelenés, marketing, meg ilyesmi, hogy már azért megvan a dátum, hogy kész lenne a játék, ez nekem mindig olyan fura volt. Valamelyest értem, hogy miért kell, csak nem tudom, néha kicsit olyan öntökölövésnek érződik, hogy... Hogy nem egyszerűbb lenne akkor dátumot kitenni, amikor már kész van. Jó, tudom, hogy akkor ott áll a pénz a embereknek, tehát... Ez világos. Ugye a befektetők pénz az csak fölöslegesen áll. De...
Nekem valahogy a Cyberpunk jut eszembe ilyenkor. Tudom, nem, nagyon nem jó példa, meg ott nagyon sok mindent elrontottak, csak ugye, hogy az okot, hogy ott ugye rengeteg befektetőnek volt benne rengeteg pénze, és hát nyilván kellett a megjelenés, úgymond. Tehát, hogy mi hamarabb megjelenjen a játék, és azt hitték, hogy addigra kész lesz, bár mondjuk az a játék nagyon szar állapotban volt, úgyhogy nem tudom, mit hittek, de na mindegy, a lényeg, hogy én értem, hogy mik ezek a dátumok, meg miért kellenek, csak nem tudom. Tényleg ennyire előre kell hype-olni egy játékot? Mármint... Ez miatt? Ó, hogy ezek a kis szobrocskák. Értem. The Gutter. A gátőr. Hol van? Van? Hát, akkor meghalunk. Nem. Jó. Wintercélt kellene elérni. Hát jó, mondjuk igen, azt értem, hogy van pre-order is, csak hát... Tehát... Jó, ha kész a játék, és azt mondod, hogy fél év múlva megjelenik, akkor fél évig nincs pénzed. Grave of Saints írja. Hol? Hol maradt ki? Hát egyenesen jöttem. Merre kellett volna másfel mennem? Gödörben egyel feljebb. De ott nem tudtam be... Volt egy ajtó, de az csukva volt. Még feljebb. Ja, de oda meg gondolom ugrálni kellett volna... Nem létrázni. Ó. Az az ajta a Grave of Saints kijárata. Dunkpály. Hát jó. Damn. Szóval egy Pirate Style Adventure Game lesz. Megnézzük itt streambe majd, Sheriff. Jaj, nem azért kérdeztem, félre ne érts, megveszem, tehát nem azért kérdeztem komolyan. Csak
Szívesen megnézem. Nagyon szívesen megnézem. Ja, meg majd a bug emótot. Nem, semmi ilyesmi. Ja, ezt meg lehetne gyújtani, ugye? Torcsal. Lehet, hogy előveszünk egy torcsot. Titkos game breaking bugok. Úgy fölgyújtottam ami olajfoltot. Oké. Okay. Ittam-e már? Igen. Itt volt egy létra. Ja, akkor azon megyünk tovább. Na, szóval mondom, Sheriff mindenképp... Mindenképp megnézzük. Nem tudom, Steam-es? Steam-en lesz, vagy... Mindegy. Ja, ez még... Ó, oké, oké, oké. Hát igen, mondjuk ez biznisz, ez egy más tészta. Cloud? Mm-hmm. Hát mondjuk, az manapság már elég sok game-nél van. Ideg összeroppanás. Hát igen. Melinda the Butcher. Na gyere Melinda, hol vagy? Ide gyere. Ha.
hentős. Hűha. Ez egy remek hasonlat, sheriff. Ez egy remek-remek hasonlat. Hát, furcsa. Én őszintén szóval nem tudom, hogy a cloud gaming hogyan és mind működik. Mármint technológiailag, hogy van a háttér. De szerintem a szolgáltatón is azért sok múlik. Mármint, hogy kiszolgáltatja a cloudot, gondolom. Ez egy Unreal Engine-nek élene, hát na mindegy, nem tudom. Tényleg max okoskodni tudnék, azt még nem akarok. Okos hallgató megvárja, még várt elész tanárni nyugdíjba megy. Hát nem tudom. Az is egy taktika alapvetően, persze. Csak, hát igen, az azért kivárni. Ja, neked így lett meg a logika. Hát, igen, mondjuk. Ő már nem fog tudni megbuktatni, az biztos. Szorgalmasan gyújtogatom itt a... fákjákat. Került ide. Ja, oké. Okay. Gondolkodtam, hogy hogy kéne, de nem kell túl gondolni. Jó, hát nem tudom, hogy jutunk fel. Ki lehet ugrani majd a sziklafal mellé. Oké. Ez baj, amúgy. Hm.
sheep. Mindegy, odafigyelek most már ezekre a izékre, csak... Mondjuk ahogy látom, ezek nem... Nem spónolnak újra, ugye a... Vagy resetelődnek ezek a poisonos... Akármik. Lehet, hogy nem. Nem tudom. Arra már voltunk. Oda kéne átugrani. Hát ez nagyon messze van. Hát vagy itt akkor ez ennyi. Elég nagy labirintus ez. Ó, oké. Oké. Kösz az infót. Okay. Ó, ott fekszik egy. Még az a jó, hogy hamar kimegy a hatása. Itt lehet valahol leugrani a falhoz.
pont nem látok ilyet. Egyel feljebb. Ezek ilyen rovarok. Vagy mik? Wicked Eye Great Shield. Cool. Okay. Hát rettenetes ez a terület. Nem is tudom melyikre emlékeztettem, a Demon Souls-ba vagy a Dark Souls 1-be volt ilyen? Ilyen úttalan utakon... Tehát Blighttown volt ilyen? Rettenetes.
Nem ugrok el-e? Kapta. Fogalmam sincs, hogy hova megyek. Tehát semmi. Semmi. Ez baj. Mindegy, így egy kicsit izgalmasabb lesz a dolog. És most így jöjjek be ide. Ez a kövi area. Black Gorge, oké. Ezt akartam. Ezt akartam. Hazamegyünk. És a Kovex meg tud javítani mindent, ugye? I knew you'd be around. Oké. Fejleszteni nem tudunk. Nem vettünk fel mindig Titanite chunkot. Hát, remélem, előbb-utóbb azért elkezd adni a játék Titanite chunkot. Legalábbis remélem. Fú, Black katonát tudnánk. Még az igaz. Na. És már egy scalinges lesz. Mennyi ez plusz 7-en van most a másik? Egy Titanite chunk kell. Egy Titanite chunk kell, illetve föl kéne tolni a strength-et 14-re. Hol áll a strength-ünk most? Tizenkettő, tehát két szintet kéne léptetni a strength-en. Az mondjuk simán megvan. És akkor szerintem, ha egy scaling-es, de most a damage azért alacsony, mert nincs meg a strength-ünk? Azért ilyen alacsony.
Nem tudom, hogy szintlépéshez mennyi kell. Tizenháromezer. Akkor törjük be ezt a szót. Két kézre felveszem. Azt tudom, hogy tudom használni, csak a damage-e... A damage-e nem... Nem valami magas. Mármint, hogy... Mint nincsenek csatornapontok, sheriff. Csak a másikon vannak. Az a base damage. Aha. Tehát ott az Air Weapon 1-nél látom, hogy 304. Várja, vegyük már fel másikat. Hát igen. 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 Majdnem ugyanannyi. És egy szinten lentebb van. Jó. Hát kéne Titanite Chunk, és akkor majd fejlesztjük azt is. Illetve Strength-re kéne adnunk. Nem tudom, akkor azt mondtátok, hogy ezt a Old Iron King Sword be lehet törni. Ez akkor tuti? Tehát akkor ez nem kell. Oké. Ja, igen, sheriff, úgy van csatornapont, hogy a bot gyűjti, tehát nem az a hivatalos csatornapont. A másik az a Lost Sinner. Akkor ez is mehet, gondolom. Lost Sinner. Vagy nem? Nem tudom. Lost Sinner kardot adna, akkor az se kell. Rendben. Jó. Level up. Akkor fölnyomjuk a strength-et. Legyen 15. És többet nem is tudunk. Jó. Oké. Na, és akkor most... Ja, oké. Hát, 9 a különbség, az szerintem marginális. Úgyhogy megyünk ezzel, mert az A-scaling-e ezekkor jobb lesz. Ez még egyel kisebb szintű. Hát, még nem, de már nagyon-nagyon közel van, tehát... Az Uchi 313, ez 304. Úgy erősebb, hogy egy szint, tehát igen, egy szint különbség van, de ja. Jó. Oké. Ez a 313? Nem? Nem, ez a 304. Mert az egyes slotban volt a... Ez a Black, a kettesben meg az Uchi. Bocsi csak. Megy a matek óra. Jó. Na, akkor használjuk ezt a Black katonát. Elég menőn néz ki. Kicsinyosítjuk lőrincet.
így nézünk ki mostan. Ki vagyunk tesízve. Na, jó. Megállunk, mert megállunk. Folytatjuk majd szombaton a Dark Souls-t, okvetlenül. Kicsit úgy most a területeket úgy össze-vissza járjuk, mert benéztem egy bejáratot, de semmi baj. Majd kiegyenesítjük a következő stream alkalmával. Ezt a gödröt majd szombaton jó rendesen körbejárjuk, és akkor meg lesz ez is, de szombaton akkor ezzel foglalkozunk. Egy kis info, szép nagy éria. Jó, oké. Hát akkor a szombati Sörszolsz az mehet ezzel. Info, csütörtökön nem lesz stream, mert jön egy visiting professzor Párizsból, és el kell vele menni inni. Úgyhogy ezt még nem is írtam át a menetrendbe, csütörtökön nem lesz stream, úgyhogy szombaton találkozunk legközelebb. Valószínű. A pénteket meglátjuk, nem ígérem, de szombaton biztosan. Jó, ha pénteken lesz stream, akkor valószínű Starfield-ezni fogunk, csak hogy kicsit nézegessük azt is. Na, úgyhogy akkor még egyszer megköszönöm a figyelmet, köszönöm a tippeket, a szurkolást, köszönöm a jelenlétet, meg hogy dumáltunk egyet. Sheriff, ha még itt vagy, még egyszer gratulálok. Látom, itt vagy, igen. És hát minden jót kívánok. És kitartást a határidőig. Meg utána is, mert utána is lesz még meló. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én kívánok nektek további kellemes estét és további kellemes hetet. Szevasztok!